Szimulátor, avagy védelmi fejlesztések. Szimulátor néven egy új, többrészes sorozatot indítunk itt az ATV-n. Adásainkban a Védelmi Beszerzési Ügynökség segítségével bemutatjuk a legújabb védelmi fejlesztéseinket. A Magyar Honvédség ugyanis a 2016-ban elindított honvédelmi és haderőfejlesztési program keretében új fegyvereket, járműveket szerez be, illetve bővítik a katonaság létszámát. A NATO elvárásoknak megfelelően pedig egy különleges, egy közepes és egy nehéz dandár képesség megteremtését is célul tűzték ki 2026-ra. A 2016 végén jelentették be, hogy 10 éves program indul a honvédség fejlesztésére, melyre több mint 3500 milliárd forintot szánnak. Ennek köszönhetően az elmúlt években komoly hadiipari fejlesztésbe kezdett az ország a Védelmi Beszerzési Ügynökség koordinálásával. Szállító repülőgépeket, helikoptereket, modern harckocsikat, nagy teljesítményű önjáró lövegeket vett vagy vesz a jövőben Magyarország, és Cseh licensz alapján újraindul a magyar kézifegyvergyártás. Ezekkel az intézkedésekkel az elmúlt 25 évben megkopott Magyar Honvédség 50 éves technológiai ugrást hajt végre. A több évtizedes műszaki és infrastruktúrális lemaradás ledolgozását célzó programban a minden fegyvernemet érintő fejlesztésekkel párhuzamosan egy hadiipari fejlesztési program is megvalósul. Amelyik eszköz beszerzésénél erre lehetőség volt, ott hazai gyártás, összeszerelés vagy valamilyen más gazdasági ellentételezés is megvalósul. Ennek köszönhetően a honvédelemre fordított kiadások egy része megtérül, illetve a beszállítói láncokon keresztül élénkítik az ország gazdaságát. Az eredetileg 2026-ra lezárni tervezett program egyre inkább bővülni látszik, és a döntéshozók már inkább Zrínyi 2030-ról beszélnek. A Magyar Honvédség megújításában és teljes korszerűsítését jelentő honvédelmi és haderőfejlesztési program megvalósításában, valamint a magyarországi hadiipar jelentős újraindításában Maród Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos hatalmas szerepet kapott. Maród Gáspárt 2018-ban nevezték ki először kormánybiztosnak. Akkori 2 éves megbízatása a nemzeti védelmi, ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztosi címre szólt, és a Védelmi Beszerzési Ügynökség tulajdonosi jogait gyakorolta. Megbízatását a kormány 2020-ban még 2 évre meghosszabbította. Bár 2018-tól kormánybiztos, a programot, mint nemzeti fegyverzeti igazgató 2016-tól személyesen irányította. Kormánybiztosi feladata, hogy az érintett minisztériumokkal együttműködésben koordinálja a védelmi, ipari és hadfelszerelési fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat és az ezekhez kapcsolódó stratégia kialakítását. Koordinál és együttműködik a védelmi, ipari fejlesztésben érintett ágazatokkal a meghatározott célok hatékony megvalósításáért, valamint meghatározza és indítványozza a hadfelszerelés fejlesztésének irányait. Maród Gáspár személyes küldetése, hogy ismét egymásra találjon a civil és a professzionális világ, és hogy eljusson az emberekhez a honvédelmi és haderőfejlesztés híre, eredménye és fontossága, hiszen ez mindannyiunk közös érdeke. Az emberek számára a biztonság, a holnap biztonsága egyre érzékenyebb, jobban priorizált kérdés, ezért erre felelős válaszokat kell tudni adni, véli Maród Gáspár. A fiatalok nagyon fogékonyak az új technikák, így a hadiipari fejlesztések iránt is. A fiatal generáció tagjait egyre jobban érdekli például egy-egy hadgyakorlat vagy katonai bemutató. Ezért is alapvető, hogy közelebb hozzák őket az új, modern eszközökhöz. Maród Gáspár úgy véli, a honvédség és a katonák szerepe rendkívül fontos a magyar társadalomban. Fontos, hogy a fiatalok számára példát tudjanak mutatni.
A katonák jelenléte nem csak az ország védelmi képességének megteremtése szempontjából fontos, hanem a társadalmi szerepvállalásuk miatt is. Szeretné elérni, hogy amikor egy magyar katona gyakorlóban kimegy az emberek közé, érezze ugyanazt a büszkeséget, amit egy amerikai katona érez bármilyen társadalmi eseményen, amikor magára ölti az egyenruháját. Kitűzött cél, hogy Magyarországon is a katona a társadalom legelismertebb, leginkább megbecsült tagjai közé tartozzon. Baróth Gáspár stábunknak azt mondta, büszke arra, hogy a kimagasló hadifejlesztéseknek köszönhetően Magyarország felkerült a világ hadiiparának térképére, és a haderőfejlesztés tekintetében is a NATO-n belül az elit klubba tartozik. Az elmúlt évek jelentős sikere az olyan megállapodások megkötése, melynek következtében gyárat épített a német-francia tulajdonú Airbus Gyulán, vagy hogy irodát nyitott Budapesten Brazília egyik legnagyobb vállalata, Dél-Amerika vezető repülőgépgyártója, az Embraer. Adásainkban összefoglaljuk a programot érintő legnagyobb fejlesztéseket. Így szó lesz helikopterekről, gripenekről, harckocsikról, harci járművekről, fegyverekről is. Forgatunk hazánk legnagyobb repülőgép bázisain laktanyáiban. A témával kapcsolatban az ország legjobb szakértői magyarázzák el közérthetően egy-egy részben az aktuális védelmi ipari ágazatot vagy eszközt. Továbbá megszólalnak az adott szakterület legkiválóbb katonái, tábornokok, pilóták, kiképzőtisztek is, és további szakértők, jelenlegi és leendő cégvezetők is elmondják véleményüket a fejlesztésekről. Első adásunkban a H-145M típusú helikopterekről lesz szó, melyből 2021. december 3-a óta 20 darabban rendelkezik a Magyar Honvédség. Bemutatjuk, hogyan indította el a védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos az első, jelentősebb, modern harcászati beszerzést a kezdetektől a helikopterek ünnepélyes átadásáig. Maróth Gáspár szerint történelmi lépés volt az új helikopterflotta beszerzése és hadrendbe állítása. Megmutatjuk a helikoptereket kívülről, belülről. Szót ejtünk a jelentőségükről, miért jók, mire használjuk őket. Beszélünk a beszerzésükről, és nem mellesleg, ki is próbáljuk őket. A helikopterekkel kapcsolatos igény az már jóval korábban fölmerült, tehát nagyjából a gripenek beszerzésével egy időben, még anno a 2000-es évek legelején már szóba került, hogy kéne helikopterképesség megújítása Magyarország számára. Aztán a 2010-es kormányváltás után 11-12-ben is volt már ezzel kapcsolatos elképzelés, sőt akkor már voltak tapogatózó tárgyalások. És végül is 16-ban nyílt meg úgy a gazdasági lehetőség, hogy azt lehetett látni, hogy ez realitássá is válhat. És 18-ban kezdtük el a konkrét tárgyalásokat, és akkor 18-ban vettük meg a helikoptereket. Előtte piackutatás zajlott, tehát 16 és 18 között néztük a hadműveleti igényeket, illetve néztük az ehhez megfelelő platformokat, amik ezt ki tudják szolgálni az ország hadműveleti terveit. És akkor 18-ba indult el végül is a konkrét tárgyalás a kiválasztott platformok mentén. Elengedhetetlen véleményem szerint a 21. századi haderőben a helikopter képesség. Miért? Mert szinte bárhonnan felszáll, szinte bárhova leszáll. Ez azt jelenti, hogy erőt, fegyvert, képességet, megfigyelést tud vinni bárhonnan, bárhova. Egy olyan rugalmas, flexibilis képességet ad a légierőnek is, és a szárazföldi erőknek is, ami mással nem pótolható. És akkor nézzük is filmünk főszereplőjét, a H-145M típusú helikoptert. A H-145M egy több feladatú, könnyű katonai helikopter, amelyet az Airbus vállalat gyárt a németországi Donauwörthben. A helikopter a két pilótán kívül 9 főt képes szállítani. Belső hasznos terhelése 1905 kg. A H-Force fegyverrendszernek köszönhetően könnyű támadó helikopterként is használható. A H-145M fejlett önvédelmi rendszerrel rendelkezik. A rendszer érzékeli a légvédelmi rakéták intenzív hőkibocsátását és riasztja a személyzetet. A pilótaülés páncélozott, védett kézilő fegyverek tüzével szemben. Az üzemanyagtartályok önzáródóak.
20 mm-es gépágyú lövedékek és repeszek sem képesek üzemanyag elfolyást vagy meggyulladást előidézni. Egy igazi, 21. századi csúcstechnika a levegőben, mondják azok a magyar katonák, akik már vezették. Magunk is meg akartunk bizonyosodni róla, így Szolnokra utaztunk, ahol Simon Zsolt alezredest kértük meg a gép bemutatására, aki egyike volt azoknak, akik elsőként foglalhatták el az Airbus H145M forgószárnyasok pilóta fülkéjét. Azóta túl van már az 500. repült óráján, ami elég nagy teljesítmény ilyen rövid idő alatt. Elmondása szerint a Magyar Honvédség jelenlegi legmodernebb helikopteréről beszélünk. Óriási élmény volt elsőként ezt a típust megismerni és kiképzést szerezni erre a fantasztikusan modern helikopterre. Nagyon nehéz összehasonlítani a régi korábbi mi családból az orosz helikopter típusot számozó helikopterekkel. Mert óriási a váltás. Ez egy könnyű helikopter, ez sokkal a mozgékonyabb. Ennek mások a rendszerei. Ettől nagyobb élmény egyébként ezzel repülni, tehát nincsenek bedöntéskorlátok. Sebességben is más, amit tud. Sokkal a mozgékonyabb fürgép helikopterről beszélünk. Az pedig, hogy átültünk egy úgynevezett teljesen digitális világba, ez egy óriási lépés volt számunkra. Kicsikét a Csillagok háborújához hasonlítanám, hogy egyszer csak ott találod magad egy fantasztikusan modern helikopterbe, és tényleg mint egy csillagháborús harcos egy számítógép vezérelt helikopterrel repülsz. Ezzel a helikopterrel sokkal nagyobb szabadságot élvezünk manőverezés tekintetében. Ez a helikopter akár függőlegesen, akár fölfelé, akár függőlegesen lefelé 90 fokos bedöntéseket is tud, tehát nincsenek igazán korlátai a manőverezhetőségben. Tehát sokkal nagyobb manővereket tudunk végrehajtani vele, mint a korábbi típusokkal. Igazán széles spektrumú a felhasználása ennek a típusú repülőgépnek. Na de mire lehet ezt a helikoptert használni? A felderítő platformja már most segít a határ mentén, hogyha akarjuk nappal éjszaka, ahhoz, hogy felderítési információkhoz jussunk. Ugyanakkor ezek a gépek rövidesen szolgálatban állnak kutatómentő szolgálatban is, tehát konkrét segítséget is tudnak nyújtani a civil embereknek. És természetesen, ha bármi katasztrófa helyzet van, ezekre a gépekre akkor is lehet számítani. Na de hogyan és hol képzik a helikopterpilótákat? Jelenleg a helikopter személyzetek harcászati kiképző szimulátorában vagyunk, ez a pontos elnevezése ennek a szimulátor objektumnak. Ide azok a helikoptervezetők kerülnek, akik már egy adott helikopter típuson befejezték az alapkiképzésüket, tehát képesek felszállni, leszállni, felhőben repülni, bizonyos manővereket végrehajtani, lényegében egyedül tudnak már, önállóan tudnak repülni. Ez egy továbbképzési fázis, ahol a taktikai kiképzésüket kezdjük el. Jelenleg, amit látnak a háttérben, az, amikor az oktató taktikai manővereket oktat egy helikopterpilótának. A helikoptereink nem csak, a személyzete nem csak pilótákból áll, hanem a biztonság érdekében úgynevezett ajtólövészeket is a fedélzetre szoktunk delegálni. Az ő feladatuk az, hogy miközben manőverezik a helikopter, ők pásztázzák a környező tájat, keresik az ellenséges mozgást, illetve ha célt látnak, ellenséges célt, akkor próbálják felderíteni, illetve megsemmisíteni, ha erre parancsot kapnak. Most, amit itt a háttérben látunk, egy speciális VR szemüvegen keresztül ezek a személyek bekerültek a helikopterbe, és úgy néz ki, mintha ilyen furcsa, hogy mozognak, hiszen ők egy virtuális térben vannak most, hol kitekintenek az ajtón, mozgatják a fegyvert, keresik a célokat, és szükség esetén lőnek is. Több éves előkészítő munka után a Honvédelmi Minisztérium és az Airbus Helikopters cég képviselői 2018. júniusában írtak alá szerződést 20 darab H145M könnyű, több célú helikopter és a kapcsolódó szolgáltatások megvásárlására. Az Airbusszal sikerült jó kapcsolatot kialakítani a magyar feleknek. Az Airbus volt az a cég, amelyik nem egyszerűen csak eladni akart nekünk valamit a termékportfóliójából, de egyébként olyan
tanulmányokkal és olyan információkkal segített, ami miatt mi sokkal jobb döntést tudtunk hozni. Tehát ebben a folyamatban kifejezetten volt úgy, hogy érdeklődtünk valami termékcsaládjuk iránt, amiről lebeszéltek minket, hogy szerintük az nem megfelelő Magyarország számára. És ez valóban egy drága és jó üzlet lehetett volna nekik. Ennek ellenére őszintén elmondták, hogy ahogy ők látják a fejlesztési folyamatokat, látják az újonnan bejövő technikákat, látják a hadműveleti igényeket, amiket megfogalmaztunk, úgy érzik, hogy az, amit kinéztünk, az szerintük túl drága, vagy egy költségérték arányon egy kevésbé jó beruházás lenne, mint ami mellett aztán végül is döntöttünk. A katonai helikopterek kiválasztása egy nagyon komplex döntés, mert nem csak a helikoptert kell választani, hanem hozzá az egész infrastruktúrát. Úgy gondolom, a Magyar Honvédség döntése három fontos szempont alapján született. Elsősorban a feladatra a legjobb, legmodernebb helikoptereket akarták megvásárolni. Másodszorban egy ipari együttműködést szerettek volna, amiben az Airbusnak nagy tapasztalatai vannak. Így létrejött egy erős ipari együttműködés a két fél között. Harmadrészt az együttműködésnek hosszú távra kell szólnia, mert a helikopter beruházás hosszú távú projekt, ahol hosszú távú kapcsolatot kell és szükséges megteremteni. Az első két helikopter 2019. novemberében érkezett meg Magyarországra, az utolsó, a 20. helikopter pedig 2021. december 3-án. Az ezt megelőző napon a németországi Donauwörthben a 20. helikopter ünnepélyes átvétel átadási ceremóniáján jártunk. Az Airbus gyár német tesztpilótája és a filmünkből már jól ismert Simon Zsolt alezredes először elvitte a gépet még egy 40 perces utolsó műszaki repülésre, majd miután mindent rendben találtak, kezdődött a ceremónia és megtörtént az úgynevezett aranykönyvbe való aláírás is. Szuperlatívuszokban tudok beszélni róla, illetve ugyanezt hallom vissza azoktól a pilótáktól, helikoptervezetőktől, akik ezzel a típussal már repülnek otthon. Nem lehet összehasonlítani a képességét, a repülési képességeit azokkal az eszközökkel, amivel eddig dolgoztak. A világ egyik legkorszerűbb eszközéről beszélünk, ami a pilótáinknak a kezébe ad egy olyan képességet, amit a környező országokban jelenleg még nem látunk. Azt gondolom, egy fontos lépcsőfokon vagyunk túl, hiszen a 20. helikopter mai napon átvételre került magyar részről, és ezt a helikoptert a holnapi napon hazarepüljük. Ezzel teljes lett a H-145-ös flottánk Magyarországon. Véget értek a pilótaképzések, véget értek a repülőműszakiak képzései Németországban, és teljes lesz a flottánk Magyarországon. És folytatódik az a korábban már megkezdett hazai kiképzés teljes gépparkkal, amire vártunk évek óta. Ez technológiába ég és föld, tehát előre ugrottunk vagy 50 évet, ha azt mondom. Ugye a 70-es évek technikájával repülünk. Igaz, hogy modernizáltak lettek a Mi-24-esek és a Mi-17-esek, amik egyfajta hidat képeztek a teljesen új technológia és a régi között, de ez széles, több feladatot ad a bázisnak. Tehát most el tudunk indulni rosszabb időbe, le tudunk szállni kisebb területeken, rugalmasabbak lettünk, több eszközünk van, több felé tudunk feladatokat végrehajtani. Tehát bizony-bizony, ahogy mondtam, ez egy nagyon nagy réskitöltő lett ez a könnyű, többszélű helikopter. Kettős jelentősége van ennek a mai napnak a számomra. Az egyik egy nagyon nagy öröm, és tényleg egy érzelmileg megérintő pillanat, hiszen ez a Magyar Védelmi Fejlesztési Programnak az első eleme volt, hogy ezeket a helikoptereket leszerződtük, és láthatja most már mindenki, hogy becsülettel végigment a program, tehát az utolsó helikopter is megérkezik időben, ahogy annak idején ezt megállapodtunk a céggel Magyarországra. Ezért ebből a képességből most már mondhatjuk, hogy a magyar védelmi rendszer teljessé válik. Nyilván jönnek majd a további helikopterek, tehát a légtérvédelemnek a további eszközei, de ebből a könnyű többfunkciós helikopter képességből olyan rendszerrel fogunk rendelkezni, ami azért egyedül álló a régiónkban is. Ahhoz, hogy az országot fölkészítsük és védelmét teljes körűvé tegyük, ahhoz lehet látni, hogy minimum 10 éves, ha nem hosszabb időtávlatokban kell gondolkozni.
az elmúlt napoknak és a hónapoknak az eseményei, és bármerre megyek a világban, arra hívják fel a figyelmünket, hogy ennél sokkal gyorsabban változik a világ. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem lehet elég időben nemzeti konszenzusra jutni a tekintetben, hogy az ország védelmi képességeit biztosítanunk kell tudni. Minden döntés, amit ma hozunk, annak az eredménye 6-10 év múlva fog látszódni és beérni. Ezért nincs idő arra, hogy itt felesleges politikai vitákkal terheljük ezt a kérdéskört. Ezért mindenkinek oda kell tennie magát, hogy az országot fölkészítsük a gyorsan változó világra, nehogy az történjen velünk, ami a történelemben már annyiszor, hogy fáziskésésekkel léptünk bele a védelmi fejlesztésekbe. A pilóták egyértelműen azt mondják, hogy a modern kor kihívásainak ezek a helikopterek az egyik legjobb választásai voltak. Egyértelműen a hadműveleti szempontból tervezők tisztjeink azt mondják, hogy az a kombináció, amit ma biztosítani fogunk a közepes helikopterek megérkezésével, az a Magyarország igényeit teljes körűen biztosítani le fogja fedni a hadműveleti szempontokból. Igen, hiányozni fognak még elemek, de azt látjuk, hogy olyan fejlesztés vannak, amiben egyébként az Airbus élharcos, és amihez mi is csatlakoztunk, hogy ott talán van egy kis időnk arra, hogy kivárjuk a legújabb fejlesztéseket a harci helikopterekben, és amikor már látjuk, hogy a világ milyen irányba ment el, akkor csatlakozunk. Az alapstruktúrát tekintve viszont egyértelműen az egyik legszofisztikáltabb eszközrendszert vettük meg, és egyértelműen az ezeknek a kiegészítő szenzorait és alkatrészét és fegyverzetét tekintve meg az egyik legpotensebb fegyverrendszert vettük meg. Örömmel olvasgatom a neten, hogy találgatják, hogy bizonyos szenzorokban megvettük-e azokat a lézerirányítású legmagasabb képességeket, amiket ők szeretnének, a nekünk szurkoló olvasók, illetve hallgatók. Mindenkit megnyugtatok, hogy megvettük a lézeres irányzékban is a legjobb rendszert. Eddig 60 magyar pilótát képeztek ki, de most is várják azok jelentkezését, akik szívesen vezetnének ilyen harci helikoptert. Bárki jelentkezhet, de komoly orvosi és pszichológiai felmérésen és szűrésen kell átesnie mindenkinek. Amikor már az Airbus-szal lezárultak a tárgyalások, de nyilván kapcsolatban maradtunk a tárgyalások után is, akkor kaptuk a hírt, hogy az Airbus eladja az egyik legnagyobb leányvállalatát, a Hensoldt, ami egy nemzetközileg ismert német nagymúltú hadipari cég volt. És akkor mi bejelentkeztünk a Hensoldtnak a megvételére, aminek a során kiderült, hogy akkor már egy utolsó fázisban voltak egy nemzetközi tőke alappal a cég értékesítésében. Tehát akkor már nem tudtak kiszállni ebből az eladási folyamatból. Mi akkor azt mondtuk az Airbusnak, hogy szívesen megnéznénk ezt a projektet a V4-ek szintjéről. Tehát a négy ország összedobná ennek a cégnek a megvételéhez szükséges tőkét, illetve az üzemeltetéséhez szükséges további erőforrásokat. Miután ez nem volt lehetséges, akkor kötöttünk egy gentleman agreementet az Airbus-szal, hogy viszont a következő első valódi beruházásuk az Magyarországra jön. Ennek a tárgyalásnak a folyamán mi említettük, hogy az Airbus akkoriban ugye kizárólag a német, francia, brit, spanyol, olasz tulajdonosi szerkezettel rendelkezett, hogy mi üdvözítőnek tartanánk, hogy a közép- és kelet-európai országok is valamilyen úton, módon kapnának ebbe lehetőséget, és akkor valóban egy pán-európai céget tudnánk felépíteni az Airbusból itt. Bár a leányvállalat megvásárlása nem sikerült, óriási megállapodás született a két fél között. Az Airbus Helicopters Gyulán építi meg a következő gyárát. A helikopter alkatrészek gyártására szolgáló üzem 2020. decembere óta épül. A tervek szerint 2022. júliusában indulhat meg benne a termelés. A különböző forgószárnyak alkatrészeit fogják itt gyártani. Ezzel a beruházással megtettük az első lépéseket a magyar légiipar alapjainak lerakásához. Magyarország felkerült Európa légiipari térképére, nem beszélve a hazai gyáratta további pozitív következményekről, a régió erősödéséről, több ezer új munkahely megteremtéséről, a szakemberképzésről, vagy egy esetleges repülőgépipari akadémia létrehozásáról.
A gyárral elérkeztünk egy igazi korszakváltáshoz, ami az új H-145M helikopterek megvásárlásával a magyar helikopterflottára is igaz. És jön a nagy testvér, a H-225-ös helikopter. Magyarország 16 darabot rendelt belőle, már gyártják. A tervek szerint 2023 és 2026 között érkeznek meg. Mert ahogy Ruszin parancsnok úr fogalmazott, egy magára valamit is adó haderő nincsen helikopterképesség nélkül.